Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a magyarság eredetéről és annak bizonyításáról szeretnék beszélni. Sokféle eredet elmélet van. Most azt veszem észre, hogy ezt a finnugor baromságot majd egy ilyen ázsiai eredet baromság fogja követni, hogy még véletlenül se essen szó a magyarok valódi őshazájáról, amely egyébként például a krónikáinkban nagyon gyönyörűen le van írva. Bármelyik krónikát veszük elő, a Gesta Hungarorumtól, a Képes Krónikán át, a Tarihi Üngrüsszön keresztül egészen a Cicero kódexig, Észak-Mezopotámiába helyezik a magyarság őshazáját. Miért fontos ez a régió? Két dolog miatt. Egyrészt, mert a Kárpát-medence a jelenlegi hazánk, innen népesül be a kőkor folyamán, másrészt pedig ennek a régiónak, Észak-Mezopotámiának a népessége válik először civilizált emberré. Most itt nem akarom bántani a halász-vadász közösségeket, a mi ősünk is egy ilyen közösség, de minden más népnél előbb ez az ősnép az észak-mezopotámiai, szubartui vagy zab-arató területén élt ősnép, ősmagyarság volt az első földműves. Itt van ugyanis a géncentruma a zabnak, a kölesnek és az árpának, illetve most a magyar helynevekről nem szeretnék beszélni, illetve a kecske-juh géncentruma is, tehát a házasítási géncentruma is itt van, közel-keleten, tehát kecske-juh mindenféleképpen, és mondom még egyszer, ez a termékeny félholdnak az északi-észak-keleti karéja, a minket érintő terület. Na most... hogy Nimród való személy volt, vagy egyébként Nimród az a héber eredetű név, tehát ilyen nevű ősünk biztosan nem volt. Ezt az egyházi, ugye papok a Biblia alapján hívták ezen a néven, nevezték ezen a néven, de ez egy létező, forrásokban szereplő király, vadász király volt, ez egy személy, akinek az idején nyelvzavar történt a közel-keleten. De most egyértelmű, hogyha nyelvzavar történik, és utána már nem értik meg egymást a népek, akkor az visszafele következik, hogy egynyelvű társadalom voltak addig. És az egynyelv, az az ősnyelv. Egyekedő egy, az az Isten neve, ősten neve pedig az ős szavunkban. Mert ugyanaz ős, vagy egynyelv, az ugyanazt jelenti. Ennek a maradványa a magyar nyelv. Tehát nem finnugor nyelv a magyar, a nyelv sem finnugor eredetű, hanem ősnyelv, nimródi ősnyelv a magyar. A Cicero kódex egyébként nem nevezi meg Nimródot, ő Kust tekinti a magyari népek, mondjuk így, mert nem mindegyik a mi ősünk, hanem a testvérnépünk. Az igazi, egyébként a mi igazi testvérnépeink már rég kihaltak, vagy beolvadtak. Tehát a mai népek közül senki sem rokon. Egy pillanatig azért van annyi kapcsolat a mai népek, mert egyik se rokon, és egyben mindenki rokon. Tehát valamilyen szinten, a beoldások révén. Ezek voltak az úgynevezett szkíta népek. Tehát dákok, akik az erdélyi dákokat alkották meg, a pártusokat, a médek, vagy más néven hurrik, madák, akik gyakorlatilag Irán területén tekinthetőek a legelső civilizációnak, papi törzsük neve Magar volt. De ugye ide tartoznak a hunok, különböző leszármazottaik, a kusárkángárok, ugye, akiket kazár zsidónak hazudnak, sose voltak zsidónép, és szemiták nem is léteztek, amikor már kusárok léteztek. Kusára, kus népe, ezt jelenti a nevük egyébként, nem az, hogy kazár, csak egy torzítás. Ugye a horezmiek is a hurriktól származnak, ugyanis ez perzsa elnevezés, a hurri egyébként. Ők magukat szabiroknak, vagy zabur népének nevezték. Ugyanis a huri, vagy a hór szó az napot jelent, ugye perzsa nyelven, a huri az nap népét, napfiakat, és az ő államukat pedig horeznek hívták ugye Közép-Ázsiába, de gyakorlatilag itt a kapcsolódás, de egyébként Koraszán neve is innen ered, ez nem azonos horezmel, ugyanis Koraszán az észak-kelet Irán és Afganisztán területén volt, Al-Bakri szerint a magyarok innen származtak. Jó, tehát ez, minket érdeklő régió, Észak-Mezopotámia, mik még a bizonyítékok erre? Például az, hogy a
Karosi temető leggazdagabb sírmellékletű harcosa vagy vezére az túlnyomó rész taurid típusú volt, Turano-Pamirid hatással keveredve, de a taurid típusú, a Taurus hegységről kapta a nevét, ez pedig ugye Észak-Mezopotámiában található Kelet-Anatóliában. Ugyanide tartozott Árpád fejedelem, akinek a sírját 1941. október 12-én Sashegyi Sándor és Gallus Sándor Sashegyi megtalálta, Gallus feltárta, Gallus az régész volt. Hát ezt a cionista, szabadkőműves, tudományos világ már annak idején is széthazudta, eltüntették 52-ben a csontokat, tehát a Nemzeti Múzeum pincéből ki se állították, tehát itt ment akkor is már a torolkodás, most nem lehet tudni egyáltalán, hogy a legnagyobb magyar hol van. Mert egy idegen etnikum úgy döntött, hogy ő beolvad a politikába, a tudományba, az oktatási rendszer, az egészségügybe is szét cseszi, illetve megvásárolhatóvá teszi a boldogulásunkat. No de, térjünk vissza Észak-Mezopotámiára. Genetika, ugye az eredje a haplocsoport, amivel harmadik Béla rendelkezett, és ezáltal Attila is, és ezáltal Árpád is. Ez az apai ágon öröklődő haplocsoport Underhill 2010-es tanulmánya alapján szintén ebben a szubartói régióban alakul ki, 20 ezer évvel ezelőtt, úgyhogy innen származik gyakorlatilag a magyarság. És hát mondani is, hogy ezt a haplocsoportot szkíták, preszkíták, tehát Andronovo, Szintasta, Hun, Alán és egyéb szitja sírokból vett, csontvázából vett DNS-ből egyértelműen azonosították, és mindig ez dominált. A szarmatákban volt egy nagy adag médvér is, egyébként a J1 haplocsoport révén, az egy közel-keleti szintén, de más apai vonal, mint az eredje. Jó, tehát ez az észak-mezopotámiai régió genetikailag, embertanilag is kapcsolatban a magyarsághoz, olyan 10%-nyi volt a részesedése a mitokondriális, tehát az anyai ágon öröklődő genetikai hagyatéknak a karosi ős magyarok között. Én mondom még egyszer, helynevekben nem megyek bele, ugye Árpádváros, Hunorváros, Magyarka, Kücsümagyar, Ulumagyar, Nimródhegy, Nimródváros, Zab folyó, Tigris folyó, Tükrös folyó, tehát Hemzseg, a magyar Urusolyma, igen, tehát ez a termékeny fél, ez Hemzseg a magyar nevektől, egyébként az arámi is rokon nép, ebben most, na majd ez egy videó lesz. Na a lényeg, hogy ez a régió tekinthető a magyarság ős hazának, és hogyha a genetikát nézzük, akkor 16-20 ezer éve már itt éltünk. Innen a kőkor folyamán 8000 évvel ezelőtt benépesítjük a Kárpát-medencét. Erre vonatkozóan téves nézetem szerint Grand Pierre Caendre és Grand Pierre Attila megállapítása, hogy 10000 éve a csolaszarvas legenda az a Kárpát-medencéről szólna, nem. Ők azzal magyarázzák, hogy a vízözön után élt Nimród, és hogy a vízözön 10000 éve volt, és az ő fiai, tehát Hunon és Magyar, szarvast űztek, és Hunor népe, mikor bejön a Kárpát-medencébe, akkor itt magyar ajkú népet talál, viszont ahol tévednek, egyébként kitűnő tudós emberekről beszélgetünk, de hát nem istenekről, tehát ők is tévedhetnek. Ebben nézetem szerint azért tévednek, mert a geszta leírásában egyértelműen kiderül, hogy Hunor népe alatt nem Hunort és az ő népét érti, hanem Hunor népe alatt, mint ahogy most is mondjuk, hogy Attila unokái vagyunk, és mégse nagyapánk Attila, Hunor leszármazottait érti, ugyanis a Hunokat, és ez egy 373-as időszakban játszódó történet, amit ők 10000-re vetítenek vissza. Itt tévednek, és amikor a 373-as népe, magyar nyelv népet talál, akkor akár lehet ennek például ennek a kőkorszaki szakiknak a leszármazottja is. Miért ne lehetne? Hiszen már a bronzkorban kemény népírtások voltak, és elnéptelenedtek, kicsődött a lakosság, de hát maga ez a bronzkori hódító nép, a Jamnaja, Kurgán, Szrubnaja, meg egyéb rokonságú kultúrák, ezek a halomsíros, tumuluszos kultúrák, gerendavázas, temetkezéses kultúrák, ezek gyakorlatilag szintén ilyen preszkita és a magyarság genetikailag domináló népesség voltak, de ettől függetlenül tény, hogy ők kelet felől érkeztek, mind régészetileg, mind genetikailag nézve a keletet, azt mai Ukrajna területén, Dél-Orosz területét értem.
És gyakorlatilag itt mondom még egyszer, a kőkor folyamán már benépesülő Kárpát-medence, erről nekünk forrásos hagyatékunk nincsen. De tény, hogy a magyar egyik testvér népe foglalta el a Kárpát-medencét, vagy hívjuk magyari népnek. De egész biztosan nem hívta magát magyarnak ez az ősi népesség. És akkor ez ennek a népességnek is van egy keletre rajzása, illetve az észak-mezopotámi népnek van egy szélrózsa irányába való kirajzása az ős magyarságnak. Ugye bemegy például Egyiptomba, azt hiszem olyan 3000 környékén, és például, ezt onnan is lehet tudni a halottas könyvbe, Árpád Zabortól származtatja magát Osiris, és hát részint az egyiptomi tát vallásnak, vagy tátos vallásnak, mágiának, Szabir mágus, Szabeus mágus térítői voltak, másrészt pedig a területen a kis-ázsiai embertani jelleg adta az uralkodó réteget, tehát megint ez a taurit. Ez egyébként Kiszeli István földnépei Afrikában olvasható Egyiptomról, ő több tudósra hivatkozik, tehát ez egyértelműen bizonyítva lehet. A másik kirajzás ugye van a Pontuszi sztyeppe, a Kaukázus Pontuszi sztyeppe irányába, ebből lesz majd az úgynevezett Majkop műveltség, ez már szintén a bronzkor felmet, ez a Krisztus előtt szintén a 3000 környékén van. A Kura Araxesznek mondott kultúra lenne a szabírság, és a sztyeppei ilyen jamnaja maradványokkal keveredve hozzák létre a Majkop műveltséget. Az Iránon keresztüli kirajzásból lesz a korábbi, legkorábbi kirajzás, az a Baktria Margiana kultúrkomplexum. Nyilván ez sem csak szabír eredetű, hanem északról például ilyen Andronovó szintasta kapcsolat mutatható ki, bár ez egy az Andronov az már inkább egy későbbi, inkább az ez szintasta érdekesebb. Illetve majd a második kirajzás lesz ez a Horezmi-Huri kirajzás. Ez olyan, hát Tolstov végül is Krisztus 1200-ban határozta meg, amikor feltárta a Horezmiát. Fantasztikus épület, vármaradványokkal. Egyébként a várszavunkra azt mondják a finnugrászok, hogy iráni jövevény szó, mert nincs meg a finnugorba, de megvan az irániba. Na most a vár az az erőd, erődített, fallal körülvett erőd, amelyben mi kivárhatjuk, míg az ellenség távozik, véget ér az ostrom, illetve megérkezik a felmentő sereg. Teleredes megmondja, hogy a magyar szavaknak igepália van. Tehát gyakorlatilag hazudnak. Ez egy magyar szó, az meg, hogy nincs meg a finnugor nyelvekben, azt jelzi, hogy nem finnugor a nyelvünk, hanem ők is megőriztek az ős nyelvből, meg mi is. Jó, menjünk tovább. Ezek azok a szélrózsa kirajzások, amik aztán majd innentől kezdve visszafelé áramlanak a Kárpát-medencébe. Sumér kérdés, etrusz kérdés. Ezt gyakran elfelejtem egyébként, pedig meg lehet ezt is könnyen én magyarázni. Marton Velanika kitűnő sumerológus, illetve Bobulaida, Badinyos Ferenc is már réges-régen kapcsolatba hozták a Kárpát-medencét Mezopotámiába, tehát Dél-Mezopotámiáról beszélünk. Előbb északról beszéltünk, most Dél-Mezopotámiáról. Tehát a kőkorban Észak-Mezopotámiából benépesülő Kárpát-medence, nyilván itt a helybeli, még korábbi lakókkal összekeveredve, a Tiszap kultúra idején nagyjából olyan szintén Krisztus 3500-3000 környékén bevándorol Dél-Mezopotámiába. Tehát az észak és a déli nép az rokon, illetve még Nimrodnál van egy érdekesség a Tarihi Ürüszben, ahol Ankiszának nevezik a feleséget, nem Enének. Az An-En egyébként maga a szótól azonos, és az Ankisza az azt jelenti, hogy égföld szülte. Ezt jelenti a neve, és ez sumér nyelven értelmes. Egyébként a sumérral szintén van nyelvegyezés, ebben tényleg nem megyek bele. Ez Marton Veronika műveiben lehető fel Badinyócs és Bodula Ida, akik a hiteles hozzászólók a sumér kérdéshez. Jó. Etruszkok, na az etrusz kérdés az bonyolultabb ennél, ugyanis a Kárpát-medencében a részkor folyamán létezett egy Baden-Péceli kultúra, akikhez a részkor végén, illetve a bronzkor elején csatlakozott egy Zóki Vucsedol nevű műveltség. Ez a Zóki műveltség, ez szintén ilyen jamna-szerű, tehát ilyen kurgán-szerű sztyeppei lovas népesség. A Baden-Pécelieknek pedig Anatóliával, tehát Kárpát-medence és Anatólia
val van kapcsolatuk. Mégpedig, ennél pontosabb adataink vannak, Trója legkorábbi rétegeivel. Na most a trójai etruszk kapcsolat az valójában innen datálható, és amikor az etruszkok Villanovánál megjelennek, Észak-Itáliában, aztán majd lefelé áramlanak, akkor nekik olyan régészeti hagyatékuk, embertől és genetikai hagyatékuk van, mint részint a Kárpát-medencével, részint Anatóliával hozható kapcsolatba. És érdekes módon ugye ismerik az etruszk rovást, magyar rovást, illetve van egy Lemnos sziget, trójai rovás nincs. De van egy Lemnos sziget, ez a Görögország területén elég közel van Trójához, mert ugye az meg Anatólia nyugati partvidékén volt. Slima nevű amatőr régész tárta föl a saját pénzén, mert a tudomány nem akart vele foglalkozni. Mesének hitte a Homérosz művét, úgyhogy Sliman kénytelen volt önállóan kutatni, meg is találta egyből Tróját, ugyanúgy, mint Sasegyi is amatőr volt, és nem foglalkoztak Árpáddal a hivatások, rossz helyen keresték, ő meg megtalálta. Mármint a sírját. Jó, tehát az etruszkokkal, és ez a nyelvi kapcsolat oka, szintén a Kárpát-medence, szintén Anatólia. A keleti végeken lévő szkítaság érdekel minket elsősorban, bár amit az imént elmondtam, az lefedi már egész Eurázsiát, kivéve a mongolid meg az indo-kínai részeket. Ezek európid emberek a bronzkor folyamán. Látszik, hogy nyugaton származnak nem csak a talimi múmiák, hanem ez a szintasta népesség. És ennek a szintasta népességnek valóban van kapcsolata a szibériai népekkel, mert határosak. Olyan, mint mit tudom én, nekünk lenne a lengyelekkel, vagy a tótokkal, tehát ugyanígy ilyen északi szomszédjuk szibériai elem volt. Meg azért a keleti is. A szintasta viszont ugye az előbb említett európai és közel-keleti eredetű keletre rajzás eredményeként leledzett ott a helyszínen. Valaki szerint egyébként a Corded Wear kultúrától származnak. Ez annyiban módosítja az én elképzelésemet, hogy ez szerint a Kárpát-medence lakossága északabbra költözött, mai Lengyelország volt NDK, balti vidék, orosz, nyugat-orosz területek, Belorusszia, és innen második lépcsőfokba ment keletre. Ez a ebben módosul az én elméletemmel kapcsolatban, és ez a gyakorlatilag ez az a szintasta kultúra, akkor már mondjuk ki a frankot, ami a keleti szkíták őse. Tehát a tagár, karaszuk, takstik kultúrák őse, a vuszunoké, a szakáké, az szarmaták keleti komponensét, ez adja a szarmatáknak van egy közel-keleti komponense is, és a hunok. Elérkezünk a hunokhoz. Gyakorlatilag van genetikai bizonyíték, eredje a egy, Mongólia területéről, Észak-Mongólia területéről előkelő hun sírból Kim és csapata azonosította, és ezt úgy futtatják, hogy indo-európai vagy indo-ária, 2000 éves indo-európai, indo-ária, eurázsiai eredetű hun vezér. Na ez a magyar ősmúlt, amit elmondtam. Nem pedig az, hogy utána ezek a úgymond európid vezéri szkíta hunok megszállják a tőlük keletebbre lévő altai népek lakta és szibériai népek lakta vidéket, és aztán Mautunnak van egy levele, akit bátornak hívtak a kínai császárhoz, amiben azt írja, hogy ő egyesített az ifeszítő népekek, innentől kezdve ma már mindannyian hunok. Tehát mi a vezető réteget adtuk és uralmunk alá hajtottuk a türkök és a mongolok őseit, ezeket az altai nyelvű ősi ázsiai népeket. Ezek ott éltek, mi oda mentünk. Leuraltuk őket, beszerveztük őket, és ma már ők kiáltják ki magukat, a hunok, legautentikusabb képviselőinek. Minket meg lefinnugoroznak és kinyomnak az örökségünkből. Tehát a pántürkisták, meg a mongol nacionalisták pontosan ugyanilyen veszélyt jelentenek egyébként, mint a finnugrászok. És nagyon úgy festő, hogy a következő eredetelméletünk úgy fog szólni, hogy majd mi vagyunk ezek az ázsiai, altai akárkik, és akkor elmegyünk nyugat felé, és ott mind a kis gömböc felszedegetjük a többi kapcsolatot, beleértve a Kaukázust is. Mert jelenleg ezt pedzegetik. Tehát rossz választ adnak a helyes feltárásra, átmagyarázzák. És ez volt egyébként az ugortörök háború lényege is nézetem szerint, amit a szabadkövesek vívtak a cionistákkal, hogy legyen egy alterv, ami hülyesség, és politikai okokból ránk kerültetett eredetelmények, meg legyen egy B-terme. Ezekkel a mágusokkal, meg mezopotámiaiakkal, meg fényvallással nem nagyon akart kezdeni, amiket megszálló
judeo-ária hatalom. Tehát a Habsburgokat kell itt szó szerint érteni, majd az őket követő kiegyezéskor betelepült zsidóság, amely megszállja gyakorlatilag a páholyokat, szabadköves páholyokat, és hoz létre, nemzeti jellegét is elvesztik egy-két páholy, és ők adják gyakorlatilag a tudomány, a politika és egyéb más ágazatok, gazdaság, nem média, nem még bele, elitjét. Tehát ők gyakorlatilag a piramis csúcsán ide beültek. Mondjuk ezért van ez a sok mocsok, ami jelenleg is zajlik, és nem megyek bele, mert ez már viszont politika lenne, nem történelem. A lényeg tehát, hogy létrejön a Hun birodalom, persze létrejön egy pártus birodalom, a Daha nép révén, aki szintén szinte standardon eredetű, médekkel elkeverednek, létrejönnek a dákok, az erdély dákok, már egyébként az erdély dákok biztos, hogy 1500 környékén érkeznek Erdélybe, az ég egyadta világon semmi, de semmi közük a románokhoz. A román egy ismeretlen eredetű, mindig is alávetett, vezetőréteggel soha nem rendelkező, nyelvét vesztett pásztorbanda, aki gyakorlatilag elromanizálódott, latinizálódott, de egyébként ez jellemző volt a pannonia keltákra, vagy jellemző volt a dalmátokra, stb. Ezek eredetben nem latin nyelvű népek voltak, de ugye a Róma ellatinosította őket, és aztán ők már románok, ilyen kummongol vezető réteggel rendelkeztek, ezek voltak a baszarábok, győztes apa, ezt jelenti, innen van Bessarábia neve, és stb. Ezek a románok, mégis ők szeretnék ezt a szkíta és magyari rokonnép dák múltat maguknak. Mi történik a dákokkal? Hát nem régész, nekem azt mondták, kiirtották őket a rómaiak, meg mit tudom én, nem. A dákok vezető réteg voltak, mindig is Erdély területén. Ez azt jelenti, hogy amikor Róma legyőzi őket, akkor csak a vezető réteg pusztul. A köznép, ami viszont nem dák eredetű volt, hanem erdélyi őslakos, és ez ilyen alávetett paraszti réteget jelentett, meg egyéb szakmai réteget. Na, ezt meghagyták a rómaiak, és kizsákmányolták. A dák pedig a vezető réteget jelentette, azoknak feltetően keletre húzottak vissza, és fölolvadtak az alánokba, a szarmatákba, mert nagyon sok a szarmata analógia a dák régészettel kapcsolatban is egyébként. Aztán majd a szarmaták meg a hunokba oldódnak, úgyhogy közvetede a mi őseink közé olvadnak feltetően ezek a dákok. Valak, akiket nem írtanak ki, mert a vezető rétegből biztosan lesznek, vagy voltak áldozatok is. Mohácsnál is ugye a komplett vezető réteget írtották ki, kivéve ugye az erdélyeket, akik behódoltak, és ott ezért volt a magyar történelem ebben az időben, a török időszakban inkább Erdélybe zajlott. Jó, tehát keleti szkíta népek, stb. Ugye elindul a hunvándorlás. Mi váltja ezt ki? Megint csak az, hogy a vezető réteget részint a kínaiak, részint a kínaiak által felhergelt ilyen türkomongol elemek elűzik. Nyilvánvalóan ázsiaiak is jönnek velük, tehát a katonasággal, a kísérő személyzettel, altai nyelvűek is jönnek velük, de a hunvezető réteg az magyar származású volt. Megérkeznek Európába, létrehoznak egy hatalmas birodalmat, ami Attila halálával megszűnik, de jogfolytonosság révén a bolgárokkal összeállva Irnik, azaz Csaba, vagy Kaba, népe a kabarok, a magyarok kabar törzse volt a csabai származásúnak, hát ilyen székely magyar törzsek, és ezek a Irnik-féle hunok, egyébként ezeknek se volt kisebb, ennek nagyobb országok volt, mint a jelenlegi Magyarország, vagy Nagy Magyarország, mert a Fekete-tenger északi partvidékén, a Kaukázus északi előterébe, illetve a Kaszpi-tenger északi részén ez az ő birodalmuk volt. Irnik-féle birodalom. És ugye összeolvad az Irnik-féle, vagy Csaba-féle, mondjuk magyarul Csaba-féle Turul dinasztia, összeolvad a bolgár Duló dinasztiával, bolgár alán eredetű Duló dinasztiával, és ebből lesznek majd részint a bolgár uralkodók, részint a magyar uralkodók. Tehát bennük is van ebből az időből ugye bolgárvér. A másik nagyon érdekes időszak majd az avar időszak lesz. Kik az avarok? Ugye var és hunni törzsek. Heftalit a fehér hun birodalomból származnak, baktriai központtal, Észak-Indiából, Gujarat-Rajasthan területéről, és ami nagyon érdekes, ugye ők
ezek a hunok rátelepülnek a korábbi Kusán birodalomra. A Kusán névben ott van a Kus neve, tehát Kusita nép. Rátelepülnek a hunok, akik ugyanolyan hunok voltak, mint Attila népe. És még a harmadik nagyon fontos elem, egyébként több elem van, ahogy ők is vándorolnak, aki csatlakozik a besenyőktől elkezdve az alánokon át, ászi-ászi népeken át. Lényeges viszont, ami nagyon lényeges, a pártus kérdés. A pártusokat ugye előzik a szaszanidák, beolvadnak a Efrét a hunbirodalomba, és ezek jönnek el, mint avarok. Avarok, illetve álavarok. Avarok, illetve onogurok, ogurok, tehát ez az a népesség, amiről rengeteg forrás van, de hát ez megint egy videó lenne itt felsorolni. Az avar, álavar kérdést, csak közben még egy nép elindul, ezektől független eredetű nép, a zsuan-zsuanok, magyar Jenő törzs neve, nagyon hasonlít rájuk, ugyanis ők főként mai mongolok rokonai voltak. Például a kumbábonyi, a varkagán rekonstruált arcát, ha megnézzük. Viszont ez a heftalita hun népesség, akik között most voltak ugye hunok, kusánok, pártusok, ezektől maradt fenn székely magyar rovásírással rót, csak és kizárólag magyarul értelmes szöveg a 6., 7., inkább 7. századból. Az egyik a csontívég, a másik, ezeket be fogom mutatni, ezek lesznek a videóképe. Csontívég, a másik pedig a szarvasi tűtartó. A szöveg ugye üngür, démon, stb. Tehát magyarul értelmes szöveg, Vékony Géza régész fordította le, ugyanis a nyelvészek nem voltak hajlandóak tudomást venni erről a leletről. Lökték megint az ellenkező pontra, hát nem fogjuk megvizsgálni, mert hát az avarok nem lehettek magyar nyelvek. Tehát ez a kontraproduktív ökörbarom hozzáállás ment. Hát ezek nem magyar emberek, tehát ezekkel a kutyákkal nem szabad foglalkozni. És Vékony Géza régész viszont lefordította, Nemzeti Múzeumban vannak kiállítva, vagy a pincében, nem tudom, vagy én teszek be róla a fényképet. Magyar nyelvűek voltak. Na most ide kapcsolódik Neparácki Endre és Török Tibor genetikai kutatása, melynek során a Karosi temetőbe egy deka finnugor vért nem találtak, vagy gént. Egy dekát nem találtak, és felvetődött bennük annak a koncepciónak a felvetették azt a koncepciót, hogy mi van, ha ez tényleg egy hun csapat volt, és az avarok beszélték a magyar nyelvet. Tehát gondolj, abból indulnak ki, hogy a nyelvészet megállapításai tények, mely szerint ugye a hun egy török nyelv, vagy altai nyelv, mondjuk így, mert azért a mongolok is igényt tartanak valamilyen szinten. Akkor mi a helyzet az avarokkal? Hát akkor valószínűleg ők beszélték a magyar nyelvet, és akkor utána a vezető réteg meg nem volt magyar. Nagyon sok török eredetű személynév van egyébként az árpádok között is, de, és ez a lényeg, vannak magyar eredetű nevek. És a legfontosabbak. Álmos. Milyen más néven mondják így azt, akinek anyjának álmában turulmadár, stb. Ezt is lehazudják, hogy Olmosztból lett, tehát a Szentből, vagy nem tudom, hogy mondják latinul, én az angol verzióját is van. Illetve, mit tudom én, meg össze-vissza hazudoznak, hogy almás volt az, és az alma az török, szóval meg ilyen hülyeségek. Tehát ez az igazi primitív duma. Tehát amikor nagyon rosszul hazudik valaki, és már nem érvelni akarsz vele, hanem úgy pofán vágni, hogy kiköpi a fogát. Tehát amikor valaki annyira nem tisztelt téged, hogy szemedbe hazudik, és hülyének nézve baromságot hazudik. Na itt van a határvonal, nálam legalábbis. Tehát az avarok magyar nyelv nép voltak. A hun rovások így utólag. Inkább én is afelé hajlok, hogy ezek ilyen tehát ilyen germán eredetű rúnák voltak, legalábbis a nagy többségét azt tényleg be lehet azonosítani a germán, ógermán ABC-vel. Más kérdés, ők is valószínűleg a szkítáktól tanulták. Legalábbis Obrusánszki Borbála nézete szerint. De mondom még egyszer, ezek a szabadbatyányi övcsöt, amit én is a hunok közé soroltam korábban, vagy a több ilyen fémbe karcolt, ilyen fémcsatba karcolt rovás, nagyon nagy százalék, nem minden jel, de a döntő többség az germán rúna. És azért elküldtem ezzel foglalkozó embernek, és az nem reflektált rá, hogy ő szerintem székely magyar rovás. Mindegy, tehát hun, vagy legalábbis hunnak vélt rovás lelet, ami magyar nyelven értelmes és teljesen egyértelmű, az most azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban teljesen egyértelműen bizonyíthatóan nincs. Vagy nem publikálják, inkább ezt mondom, mert biztos, hogy van.
és vagy kell legyen. És a, ami viszont fix, és le van fotózva, és ki van állítva, vagy ha nincs, akkor pincénbe ott van meg, tudok róla, tudunk róla, az az avar rovás. Az magyar. Az nem türk rúna, nem ógermán, vizé rúna, viking, akármi. Egyébként a vikingekkel is van kapcsolat, ez a tarsó lemez révén is, meg egyebek, úgyhogy most ebben megint nem megyek bele. Azok is nézetem szerint egy szitja, szrubnai eredetű név. Ami ahogy a neparácki is mondja. Na, tehát vissza a neparáckékhoz, mert tényleg elkalandoztam, mint papapipán. Gyakorlatilag a karosiak között is voltak magyarul beszélő emberkék. És a magyar nyelvet, mondom még egyszer, ez a közel-keleti csoport, ami gyanús nekem, hogy hordozta, illetve a szintastrandolonovó, mert annak volt kapcsolata a Szibériában. Nyilván az ázsiaiakkal, türk és mai mongolokkal genetikailag, tehát ez az ázsiai türk és mongol népekkel rokon 30%-nyi csoport, ez valószínűleg altáj nyelven beszélt, valószínűleg tőlük vannak a valódi török eredeti szavaink, és ezek a hun köznép, nem vezetőrétek, hanem hunok köznépe volt, és nem ezektől kell B-tervként majd származtatni a magyarokat, ezek csatlakozott elemek, szinte a standrovó és a közel-keleti szabír brancs, ami minket nagyon érdekelhet. Illetve van egy rejtély, ez a Srubnaja Poltavka Jamnaja Kurgán rész, ez a keleti szkita, preszkita rész, ezt meg nem tudjuk bizonyítani, mert nincs tőlünk nyelvemlék, igazából ahol földrajzi elhelyezkedésük, a genetikai kapcsolataik azok nagyon sok népet lefednek, tehát Nyugat-Európában is van kapcsolat, Kelet-Európában, a mai magyarokkal is, a régi magyarokkal is, és megint egy ilyen kozmopolita réteggel állunk szemben, hogy nem tudjuk. Tehát ezt egyébként indoáriának mondják, de hát mit nem? Tehát ez erre meg azt tudom, hogy mit nem. Tehát ha minden indoária volt, akkor valamelyik biztos, hogy nem az volt. Mert más nép is köszöni szépen jelentkezne, hogy létezik. Jó, tehát nagyjából tényleg röviden, tömören, érthetően ez lenne a magyar ős történelem. Tehát egy közel-keleti észak-mezopotámiai, mindenhogyan igazolható, forrásokkal bizonyítókkal igazolható ős haza. Egy feltetően 16-20 ezer éves őshaza, amelyből 8 ezer éve a Kárpát-medence népesül be először, majd utána a Szélrózsa minden irányába elterjed, illetve a Kárpát-medencei nép is kelet felé tart, meg tőle északról is élő népek is kelet felé tartanak. Ezek létrehozzák a preszkita világot, a preszkita világból leválik ugye a hun vezető réteg, a többi szkita szitja nép, és gyakorlatilag ezek nyugat felé kezdenek el orientálni a történelem egy bizonyos szakaszában, egymást követve. És hát itt a Kárpát-medencében azt lehet mondani, hogy itt helyben jön létre végül az a 15 milliós magyarság, akit jelenleg idegen gyarmatosítók tartanak rabszolga sorba, a csonkahoni magyarokat, az az askenázi zsidó népesség gyakorlatilag helytartóként vannak ők is jelen, és a valódi hatalmat pedig a pénzhatalmi világ elit, tehát a Rothschild, Rockefeller, stb. Gyakorolja bankár zsidók, azt mondjuk így, és helytartók meg a szatolt zsidók, azt mondjuk így leegyszerűsítve. Nyugodtan elmehettek április 8-án szavazni, semmi nem fog változni az ég egyet a világon, két pofonig lehet terjeszkedni, nemzeti ügyek tekintetében, de ha az asztalra csap a felső hatalom, akkor Orbán Viktornak hívhatják az embert, vagy Vona Gábornak hívhatják az embert, fülét, farkát behúzva, nyűszítve visszakullog a kutyaólába. Köszönöm szépen, nem szerettem volna politizálni, nem is fogok kampányolni, de valahogy a jelenbe el kellett jutnunk az ősi múltból. Mi a jövő? Azt nem tudom megmondani, Max a nyírkai jóslat. Köszönöm szépen a figyelmet.